Köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm Szabó József atyát a stúdiónkban. József atyáról úgy tudom, hogy belökték a rendbe. Itt vagy, József atya, hogy, hogy belöktek a rendbe. Egyszer meséltél erről, nekem nagyon tetszett a történet. A történet 1981. augusztus 14-e, hát olyan délután 5 óra tájban van, Uh, amikor a, gyorsan megérkeztem a déli pályaudvarra, onnan az ötös busszal elindultam a Pasaréti Ferences Kolostor felé, végállomáson leszáll az ember, leszálltam, ebben laktam a Kolostor ajtajáig, külső kapujáig, a nagy zöld ajtóig. Már éppen emeltem a kezem, hogy nyomom a kilincset, amikor szemből Szekeres János atya jó Isten nyugtassa, kilépett. Na, olyan gyerek, jössz! És akkor már mögöttem is volt, és fogta is. Na, belöktelek a rendbe. Ugye nem baj. Hát ez volt a noviciába, bocsánat, akkor még nem noviciá, hát még csak egy jelöltség, kezdete igazából számomra. Vonattal jöttél. Honnan jöttél vonattal? Otthonról? A szülőfalumból, indultam. És hát én ebbe a kis faluban öltem föl, kiskorom, gyerekkoromtól, csecsemőkoromtól fogva. ha igazán szépet és jót álmodik az ember, akkor álmodok, akkor Zalaudvarnokon vagyok. Mert az a vidék és az a hely számomra azért egy olyan megtartó erő volt mindig is, ami ami az az életben való eligazodáshoz, stb. az nagyon hozzájárult. Ott tanultam meg a munkát, ott tanultam meg a, az, a hitet, ott tanultam meg nagyon sok olyan dolgot, amit mai napig jócskán tudok használni az életemben. Hova jártál iskolába? Ezek szerint Zala Szent Róltra, vagy gyerekkorodban mi volt udvarnokon iskola? Hát ez egy nagyon bonyolult történet mert én elkezdtem a rendes általános iskolát odahaza. Alsó tagozat volt, osztatlan képzéssel. Tehát, Tehát nekem négyig együtt voltak a gyerekek? Nem. Egy, három és kettő, négy volt együtt. Tehát nekem volt hangos órám, meg csendes órám. Tehát a hangos órán a, az adott osztályjal, évfolyammal, a tanár úr, Beledi tanár úr, meg Szabó János igazgató bácsi foglalkozott. A csendes órán levőknek meg valami feladat volt, írás, stb. Tehát az, hogy én tudok írni, meg még elolvasható az írásom, az annak köszönhető, hogy Beledi Gyula tanár az szépen a sok vonalas füzetbe már, nem is tudom, hogy hány vonal volt. Az összes ilyen Lefordított csészét, meg fölfordított csészét, meg hullámvonalat, azt kijavította. Tehát ha a pálcika nem volt egyenes, akkor pirosra kivót javítva. Annyi sort kellett írni, amennyi ö, ilyen hiba volt. Tehát azért meg kellett küzdeni. Az is érdekes számomra így hallani, hogy tanító bácsitok volt, én csak tanító ismertem itt a budapesti általános iskolában, olyan nem létezett, hogy alsó tagozaton a torna tanáron kívül, vagy az énektanáron kívül esetleg férfit lássunk az iskolában. Nekem alsóban sajnos a negyedikes koromra igazgató bácsi meghalt, és helyette az egyik falubeli családnak a hölgytagja, tagja, mint képesítés nélküli tanító néni át bennünket. Az is egy kitűnő élmény volt, mert nagyon sokat segített nekünk abban, hogy, hogy akkor is fegyelmezettek legyünk, amikor nem igazán volt rá képességünk. És akkor felsőtagozat már a szendrót, vagy hogy volt? Nem. Apulázadó volt. Mert Hát azért a nagyon sok összehordott fiatal az azért teremtett körülményeket Zalaszengróton, és ő, mint Zalaszengróton dolgozó ember, sok mindenről értesült, és kereste a lehetőséget, hogy hát azért, ha lehet, akkor a fiát meg kiméj ettől, és egy kitűnő alkalom adódott, mert az egyik Hát nem mondanám a nevét az illető férfi embernek, uh, annyi rossz fát tett a tűzre az Alaszengróton, hogy eltanácsolták az Gróti általános iskolából, ezért, hogy az Alaudvarnok, az Alaszengrót, az Alaszent László. Úgyhogy ő nem Északra indult a busszal, hanem mindig délre. És az Alaszengrót, az Alaszent Lászlóra kezdett járni. Rögtön lettek társai, uh, és a következő évben még négyen kezdtünk el ötödikbe oda járni, illetve még lett ö, ö, alsó tagozatos ö, diák társunk is. Akkortól kezdve Zala Szent László is, általános iskola kvázi ilyen ö, alternatívája volt az Alaszent Grótinak, úgyhogy én Szent Grótra nem jártam iskolába. De hát mekkora távolság? Átsétáltatok? Gyalog? Távolság? Nem. Ez, most, ö, mit, volt, 7 iskola, óra 12-kor indult a busz, mm -hmm. bementünk a világ közepe faluba Sényébe, ott is felvettük a diákokat, meg mindenkit, aki orvoshoz, meg egyébre akart eljutni. Az az egy járat volt délelőtt, vagy reggel, illetve amikor délután kettő körül indult vissza a busz, ugye lejött Zala Szent Grótról, megfordult Gyülevészen, és akkor Szent László fölvett bennünket, Sénye, udvarnok, és így haza. Nagyon tetszik ez a Gyülevész, egy Gyülevész társaság volt ott, ugye? Ennek különben egy nagyon fontos, a történelmben is nagyon fontos része van, hiszen Zala Szent Grót, Szent -Grót az egy királyi városnak indult, mezőváros királyi kiváltságokkal, még Ferences Kolostora is volt a 16. század elején, és hát természetesen a királyi birtokhoz hozzá csatlakozott a udvarnokoknak a sokasága. Volt egy egyházi birtok, az a, a Szent Lászlóról elnevezve, és hát mindenféle kiegészítő népek is jöttek a gyülevész jöttek népek. Be, a És ők a Igen. Ez nagyon kedves. Zala Szent Grót, most már egy pillanatra erről is van ilyen szent, hogy Grót, vagy ki akar ez lenni? Bárhol járok, azért ö, szülőföldemként mindig úgy emlegetem, nem csak, hogy Zala udvarnok, hanem Zala Szent Grót, és nagyon kedves volt a baracskai József polgármester úrtól, hogy egyik alkalommal felhívott, hogy üljünk már le, mert ö, személyesen is találkozunk. ne csak a Facebook nyilvánossága, kössön bennünket össze, úgyhogy azóta uh, igyekszem, hogy ha lehet, akkor őt is legalább köszönteni tudjam személyesen, ha arra járok. Gyerekkorod uh, vallási életéről szóljál, templom, esetleg emlékezetes plébános, bucsújárás, hát Sümek környékén vagytok. Ahhoz, hogy ez, ez a későbbiek érthetőek legyenek, ahhoz annyit azért tudni kell, hogy idősapám az uh, hegyi gyerek. Ez mit jelent? A más vidéken azt mondanák Tanyasi. Ugye nálunk különböző birtokok, azok a dombokon voltak, nálunk hegyek, tehát az ott egy egyértelmű meghatározás. Tehát ha elmegyek a hegyre, akkor ment a szőleibe, és úgy. De voltak, akik életvitelszerűen kint laktak ezekben a házakban. Édesapám is Ö, oda született testvéreivel együtt ö, nagynéném az 1980-ban költözött el ö, a szülőháztól és ö, hát azért őket ez körülbelül minimum egy kilométerre a falutól van tehát iskolába bejárni templomba bejárni, ez egy macera volt ö, ahhoz, hogy ö, ezt megtegye, tényleg meg kellett győzni önmagát tehát ő azért a hithez, vallásos élethez bizonyos értelemben maradjunk ennél szó, távolságtartó volt. Hívő ember, de ezekkel a gyakorlatokkal azért nagyon nehéz helyzetbe volt. Édesanyám, anyám ö, ö, módos lánynak számított. Nagyapám, a, anyai nagyapám az utolsó gyerek volt a családba és nem akarták, hogy a fődet tovább kelljen osztani, ezért hát szakmába megajándékozták. Teljesen érdekes módon Esztergomba volt uh, inas, ott tanult. Én még diákkoromban, meg még rendi koromban is uh, megismerhettem azt, hogy hol volt az a műhely, amiben ő annak idején tanult, hogyha a Mária Valéria hiddal szemben állunk, és ahol most az út lekanyarodik, előtte ott van egy rézsüle, ott volt régebben egy üzem, még akkoriban működgetett, amikor én diák voltam, meg fiatal Ferences, ő ott volt inas. És utána kihasználva azt, hogy ő azért kovácsként elég sok helyen kapott munkát, vasútnál, egyebeknél, tehát ő úgy jött haza a faluba, mint egy gazdag ember. Tehát volt pénz, tehát a faluban volt pénz senkinek. Neki meg volt. Úgyhogy ház helyet vett, ja, megnősült, ház helyet vett, kutat földeket vett. 80-as évek végén, 90-es évek elején szitta magát, hogy jaj, fiam, ezt tudom, akkor évizen veszek, vagy Balatonparton, és most nagyon gazdagok lennénk. Tehát ő egy módosabb embernek számított, de hát a TSZ mindent vitt, úgyhogy ő ott lett patkoló kovács, meg élesítő kovács, meg egyebek. És mivel két lánya volt csak, ezért úgymond jó partinak számíthattak volna. Nem tudom, sokféle dolog van a családi legendáriumban, nagynéném az nem ment férhez, nem tudom a teljes igazságot, majd egyszer csak kiderül. Viszont édesanyám mat, édesapám ugye elkezdte kerülgetni. Együtt jártak általános iskolába, ők voltak az első, akik nyolc osztályt végeztek a faluba. De hát úgy volt is a kapcsolat, meg nem is és akkor uh, hát ugye együtt dolgozott papa meg uh, apu, és akkor kiderült, hogy hát jó, akkor legyen esküvő. Úgyhogy ők 1961. október 22-én házasságot kötöttek, viszont volt egy alapvető különbség, anyu viszont kántorizált. És a, az első ilyen nagy-nagy családi párpatvar ezen uh, hát robbant ki, mert apu eltiltotta a Kántorizálástól. Ö, teljes hátterét nem ismerem a, az okoknak, de ez azért olyan, nem beszélünk róla, de van a hátunk mögött egy ilyen. Tehát világnézeti háború robbant ki a családban? Hát, hogy világnézeti -e, ez inkább ilyen hatalmi kérdés volt az én véleményem szerint, meg a mostani ö, házassági problémák ö, kapcsán. Uh, nem ment ez el Elvisigre, ez a gyakorlati <laughs> része volt. Uh, és aztán jött még egy nagyon uh, nehéz helyzet. Uh, édesapám vett egy házat. Uh, természetesen papáig mindenbe támogatták. Arra édesapám teljesen árva gyerek lett. Nagymamám meghalt 51-ben, nagypapám 57-ben, úgyhogy mire ő, ő esküvőre került, arra már árva volt. És ö, 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 hát a, a romból lett ház. Tehát először egy konyhát hozott rendbe apu, meg volt minden, akkor jó, költözünk, le. Arra emlékszem, milyen nagyon gyerekfejjel, hogy ö, nagyot vacsorázunk, utána fölkerekedünk apu, anyu, meg én, és elmegyünk az új házba, hideg van, kutyák másképp ugatnak. Ö, úgyhogy én egész éjjel nem aludtam nyűgösködtem, és akkor fölmerült, hogy hát e, esetleg nem lenne jobb, hogyha amíg úgy be nem a házat, addig én maradnék papáéknál. Én nagy örömmel maradtam, mert a... Tehát a papáéknál Igen, nem. igen, igen. És akkor ez a helyzet végelegesedett, mert közben megszületett öcsém. A konyhába egy kis ágy be, az az öcsémé volt természetesen. Úgyhogy én végül is nagyapáéknál nőttem föl. Említsük meg, 63-ban láttad meg a napvilágot, itt tempuskázok, puskázok, Igen? méghozzá június 7-én. Így van. Ez egy pénteki nap volt, a csapat dolgozott a szőlőbe kapáltak, és akkor kiment édesapám, és mondta, hogy fölragyogott a holdvilág. Néztek rá, és mondta, hogy olyan szőke, hogy nem is tudja honnan. Édesanyámnak és édesapámnak is fekete haja volt. Te szőke gyerekként születtél? Igen. Uh -huh. és... Most is kezdesz szőkülni egy kicsit már. <laughs> hát mondjuk ez nem a sárga szőke, hanem a fehér szőke. Igen. De hát ez a, az a szégyen, hogy ilyen koromra, ilyen idős édesapámnak hófehér haja volt. Nagyapámnak hófehér haja volt. Hát egy gondtalan, ferences élet az... Uh -huh biztosítja, jó. hogy az ember lassan őszül. No, mindesetre vallási életről szóljál még, hogy, hogy cseperettet, édesanyád kantorizált, édesapád próbálta erről lebeszélni. Lebeszélt. Lebeszélte. ebben együtt gondolom téged megkereszteltek, és... Megtanítottak imádkozni, megvoltak a saját imák, természetesen mindig ellenőrizve volt, hogy én elmondtam-e. Ez legegyszerűbben úgy volt ellenőrizhető, hogy én ültem a kiságyba, elmondtam az imát, és mindenki engem nézett, vagy együtt imádkozott velem, aztán villanyoltás. Apukád is imádkozott? Apu nem lakott ma ott. értem, értem. Tehát apu, anyu nem, Igen. nagypapa, nagymama, nagy nagynéni. Igen. Uh -huh. Mikor elkezdtem az általános iskolát 1969-ben, teljesen normál módon, abban az első évben még ugye udvarnokon nem lehetett minisztrálni, és ö, 70 elején jöttek, hogy akkor kiírhatnak-e minisztrálni. Mert ugye a takarítókat és a minisztrásokat hirdetve volt, hogy kinek kell menni. És ö, úgy jött ki, hogy az októberi litániákom este én minisztráltam, hú, de nehezen akart végig ilyet írni az a hosszú-hosszú imádság. Azt hitte az ember, ugye már a dicsősége egyszer lekeveredik, aztán újra kezdődött. Aztán megint nem egészen értettem akkor még a, a, a rózsafűzérnek a imádkozási módszerét. Plébános úr végig ergo a minisztrások is végig azt alig bírtunk fölállni. De hát ez van. Ja. És ugye mindenki mondta, hogy miért nem járok minisztrálni. Mondom, én járok. De reggel voltam is, és azon meg nem voltam. És ugye ez, ez, a faluban azért föltűnik. Úgyhogy uh, én mondtam, hogy ti nem jöttök minisztrálni, ők megmondták, hogy te nem jársz. Tehát ez elönthetetlen vita volt, mert egyikünk sem ment át a másik uh, dolgába a misére, ők meg nem jöttek a Litániára. Ki volt a papotok? Uh, Simor Gyula plébános úr. Uh, Veszprémi Egyházmegye, ugye? Igen, Veszprémi Egyházmegye. Sajnos nem tudom, mi lett a kés későbbiekben vele. 1973-ban helyezték el, ö, akkor volt egy időszak, amíg az alaszengróti káplánok járt, kápláját ki ö, Csoma János. Ö, a későbbi számvevője. és ö, a a Veszprém Egyház megyének. Sajnos beleveszett a Balatonba valami. Szabadul sajnos nála, meghalt ö, a Balatonban, ö, nem belefulladt, hanem a szíve végzett vele. És utána került a falunkba török Pál Vendel atya. Török Pál Vendel? Így bizony. Ez már Ferencesnek hangzik. Nem. Egyházmegyés pap, börtönviselt pap, mert az egyik temetésen mondott egy olyan mondatot, ami miatt két évet ült. Valaki funkcionáriusnak az édesanyját temette, és megjegyzést tett arra, hogy mi okból hiányzik a fiú vagy lány. A temetésen nem vett részt a gyerek ott egy Igen, igen, és hát ebből Kalamájka lett. És ők különben a Norbert Ferencös testvéremnek, tehát a Norbi nagymamája meg a Vendi atya testvérek voltak. Tehát én a, mikor mentem a Vendel atya temetésére, akkor Norbit, mint Rokont vittem haza. Ő vele nagyon-nagyon kitűnő volt a, az élet egész más típusú plébános volt, mint ö, az elődje. Ö, emberekhez járt, elment kapálni, vicceket mesélt. Ö, hát én nagyon sok időt töltöttem vele. Megtanított sakkozni, pingpongozni, tollaslabdázni. Ja, hogy közben még misére is elmentünk, meg minisztráltam, az egy dolog volt. És kiderült, hogy olyan nagyon régen nem volt bérmálás, és ezért aztán eldöntötte és elhívta a, 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 akkori Veszprémi püspököt. Na, akkor nem fértünk el a oltárnál a minisztrásokat. Tehát hirtelen a tőlem négy-öt éve idősebb fiúk is mind elkezdtek minisztrálni és jártak. Tehát akkor nagyon szorosan voltunk az oltárnál. Hát aztán egy idő után megint csak egyedül maradtam. Úgyhogy az egy nagyon jó és nagyon nagy örömmel emlékszem vissza azokra az időszakokra. Mikor láttál először Ferencest? 1976. november 25-én. Ezt nagyon pontosan tudod. Ott a falutokban, vagy pedig már Esztergomban? Azért tudom ezt, mert uh, uh, a vendi atya közben az unokatestvérem, legkedvesebb unokatestvéreim egyike, Esztergomba kezdett tanulni. Kovács Lászlónak hívják, kedves neje dolgozik. Igen, a Ferencesen tartománymunkatársa, a hitvese, ugye? Igen. Akik különben szintén zalai, csak elszármaztak. És uh, uh, akkor Plébános úr arra biztatott többünket, hogy merjünk jelentkezni. És akkor a felvételi az nagyon korán volt, hogy mire a hivatalos jelentkezéseket majd be kell adni, arra már mi tudtuk azt, hogy föl vagyunk véve. És ezért mindig december előtt, tehát még a fél év vége előtt, akkor még ugye decemberben volt a fél év, megvoltak a felvételik. És azért annyira emlékezetes, mert TV Lotto sorsolás volt azon a vasárnapom. Ez egy vasárnapi nap. És azzal kedveztek, hogy megmutatták az évszázad meccsének góljait tehát ment a tévé lottó sorsolás, és közben megmutatták a 6-3-nak a Az angol a, Igen. a góljait. És 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 lemaradtam róla. Valamit Mert, valamiért. Hát de a könyörgöm. Akkor még nem tudtam, hogy az után mennyiszer meg tudjuk majd nézni. Azért hétfő reggel nagyon szomorúan voltam. Az iskolába tudtam meg a osztálytársaktól, hogy hűha, és hát nagyon szomorú voltam. És hát akkor derült ki az iskolába is, ugyanis az úttörő csapatból kitettek volna, de hát a iskola egyik legjobb tanulóját, nem merem mondani a legjobb tanulóját, de egyik legjobb tanulóját nem lehetett csak úgy kirúgni, úgyhogy fölfelé buktattak ősvezetőből, és a hordozó voltam. És volt valami ünnepség, Amire én nem mentem. És ugye a körzeti orvosunk az igazgatónének a férje volt, tehát ő meg tudta, hogy nem voltam nála. Tehát beteg nem vagyok. Úgyhogy kérdezik, hogy hol voltál. -e. És akkor mondtam meg, hogy hát felvételizni. Úgyhogy már a félévi jegyeim egy -egye kevesebbek voltak, és nem mertek négy alá vinni, de, de megéreztették, hogy ennek nem örülnek. Tehát a klerikális reakció elleni harc, Elindult. Helyben elindult. Ja. Nagyon szépen köszönöm. Folytatjuk majd a beszélgetést. Most már az Esztergomba való megérkezéseddel legközelebb. Nagyon szépen köszönöm. Szabó József volt a beszélgetőtársunk ferences szerzetes zalából indult útnak, hogy megérkezzen a ferences gimnáziumba legközelebb itt folytatjuk. Köszönöm a figyelmüket a viszontlátásra.